Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk ismét egy heti LEGO hírekhez, amelyben igazából mindenről is szó lesz, hiszen az elmúlt héten a LEGO igazán sok mindent bejelentett. Lesz itt Jurassic Parkos bejelentés, lesz itt Minecraftos bejelentés, lesz itt Star Warsos bejelentés, és igazából még arról is szó lesz, hogy mennyi pénzt csinált tavaly a LEGO. Csak így zárójelben, nem keveset. Kezdjük is el az első témakörünket, mégpedig a Jurassic Parkos témakört, hiszen idén nyáron a Jurassic Park első filmje, tehát ami még jó volt, a 30. születésnapját ünnepli, és ennek keretén belül a LEGO egy igazán speciális Jurassic Parkos sorozatot fog kiadni. Tudjátok, a csatornán még nem igazán volt Jurassic World-ös bemutató, annyira nem szerettem azokat a filmeket, viszont ezek között van jó néhány olyan, ami ugye a régi filmből érkezik, és ezáltal számomra is sokkal kedvesebb. Hát először is kezdjük a kisebb verziókkal, itt van ez a Velociraptor szökés, 137 darabos, 76-957-es kész, ez egy 4+-os szett, szóval kifejezetten a kicsiket célozzák meg vele, de így is 16.290 forintba fog kerülni. Aha, jól kezdődik. Következő készletünk a Dilophosaurus támadás, 11.290 forintba fog kerülni, és érdekes módon ez több alkatrészből áll, 211 darabos, 76-958-as a készlet, ez már egy 6+-os készlet, lényegében itt azt a jelenetet kapjuk meg, amikor a köpődémon megköpte az emberünket. Szerintem, ha láttátok a filmet, akkor tudjátok ezt a jelenetet. Ez egy igazán jól kidolgozott készlet legalábbis számomra, hiszen megkapjuk azt az ikonikus Jeepet is, bár nem hiszem, hogy licenszelték az autót. Ez majd az összeépítés közben kiderül, de a kis dinoszaurusz egészen jól néz ki mellett, és természetesen a minifigura is. Bár azt hiszem, ezzel a figurában találkoztunk ottban a hatalmas nagy T-rexes készletben. Fönt nézzétek meg, hogyha nem láttátok még. Azt hiszem 2-3 évvel ezelőtt jelent meg egy igazán gigantikus Jurassic Parkos készlet. Következő szettünk a Triceratops kutatás, 22.290 forintba fog kerülni, ez a 76-959-es 281 darabos készlet, amelyben összesen 2 darab minifigura fog helyet kapni, itt van természetesen a Triceratops és a Land Rover, azt hiszem ez a Land Rover volt, javítsatok ki, hogyha tévednék, de ugye ez nem a Jeep, hanem a másik Jurassic Parkos jármű, amit össze lehet ebből a készletből építeni, és egyébként ez a tavalyi készletben is benne volt már. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan ebben a formájában, hiszen az arányokat ebből a készletből még nem tudtam kinézni, de a tavalyi készletben is, az is ott fent meg tudjátok nézni, tavaly kiadt egy ilyen dioráma készlet, abban is megtalálható volt ez a jármű. Haladunk tovább, itt már a nagyobb készletek jönnek, Brachiosaurus felfedezés nevezetű készlet, 37.000 forintba fog majd ez kerülni, 76-960-as a kódszám, 512 darabos, 3 darab minifigura található benne, itt van a hatalmas nagy Brachiosaurus, és természetesen itt is megtalálható ez a Jeep. Hát szerintem erre a jelenetre mindenki emlékszik, ez volt a legelső pillanat, amikor ilyen gigászi nagy dinoszauruszokat láttunk meg a filmben, és egyébként még azt a hatalmas fát is össze kell építeni, ami már ugye hát a bonyodalmak közben történt, bár akkor a gyerekek is kellenének ide, úgyhogy nem is vagyok benne biztos, hogy ez pontosan az-e a fa, amire ráesett az a Jeep. Nem tudom, hogy mit akarnak ebből összehozni, de szerintem ezt a készletet mindenféleképpen be fogom nektek mutatni. És hogyha itt is felszisztennétek, hogy azért 37.000 forintot kell fizetni egy 512 darabos készletért, ha már vásároltatok Jurassic Parkos készletet, akkor a dinoszauruszok miatt általában ezek mindig egy kicsivel drágábbak, hiszen azokat egyedileg készítik ezekhez a készletekhez, nem minden esetben vannak olyan nyomataik, és ezáltal drágábbak ezek a készletek, meg a licensz is, blablabla. Tudjátok, a LEGO-nál semmi sem olcsó, és végül, de nem utolsó sorban itt van a legnagyobb készlet, a látogató központ T-Rex és Raptor támadás nevezetű szett. 50.000 forintba fog kerülni, és összesen 693 darabos ez a készlet, 76-961, és ez egy 12+-os készlet, viszont de rengeteg minifigura van benne, 2-4-6 darab minifigura, egy Velociraptor, és természetesen a Tyrannosaurus Rex is megtalálható benne, hát igazából itt a fő bejáratát kapjuk meg a Jurassic Parkunknak, és gondolom azt a jelenetet is rekreálni tudjuk benne, már itt a doboz hát ugye vajon mutatja. Ó igen, hát itt még van egy ilyen kis fosszíliás T-rex, amit össze tudunk építeni, és ugye ez pontosan az a jelenet, amikor így hozzávágja a Velociraptort a T-rex ehhez a csontvázhoz, az igazából tényleg ezt a filmbéli jelenetet újra tudjuk alkotni ennél a készletnél, és egyébként érdekessége még ennek az egész felhozatalnak, hogy június 1-én fognak ezek a készletek megjelenni, viszont ezt a legnagyobb készletet már most elő tudjátok rendelni, úgyhogy ha ti biztos meg szeretnétek kapni a legelsők között, akkor menjetek fel a LEGO hivatalos oldalára, és náluk már elő is tudjátok rendelni 50.000 forintért.
A bejelentés cunami itt viszont még nem ért véget, hiszen új Star Wars-os készletekről is lehullott a lepel, ugye előző héten kijött a Mandaloriannek a harmadik évadának a legelső része, és lényegében olyan készleteket kapunk, mint amit a sorozatban is látunk. Először is itt van a Kalóz vadászgép, amúgy ez tök jó, hogy ennyire lekövetik a sorozatot. Általában sokkal később szoktak megjelenni a készletek, mint ahogy a sorozatban bemutatnak bizonyos járműveket, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy végre vannak ilyen vadonatúj szettek. Bár még nem fognak most ebben a pillanatban megjelenni, de azért már elérhető távolságban van. Például ez a Kalóz vadászgép is 15 000 forintba fog kerülni, és május 1-jei megjelenést kapott, ez a 75-346-os, 285 darabos készlet, és összesen 2 darab minifigura fog ehhez a készlethez társulni. Már ezek a minifigurák nem hiszem, hogy annyira sorozathűek, legalábbis nekem eléggé űrlényeknek tűntek, akik ott voltak ebben a kalóztámadásos jelenetben. Ettől függetlenül azért figyeljetek oda, hogy szerintem egy vadonatúj alkatrészt fogunk ennél a készletnél kapni, mégpedig ezt a sötét áttetsző szélvédőt. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel eddig találkoztunk. Nem volt eddig ennyire fekete színű és mégis áttetsző szélvédő elem, úgyhogy erre kíváncsi leszek, és ezen kívül még egy nagyon pici készlet fog megjelenni, viszont nem egy időpontban, ez augusztus 1-én fog megjelenni, szóval még nagyon messze a megjelenés. A Mandalori N1-es vadászgépje, de most Microfighter verzióban. Természetesen Grogu és Din is megtalálható ebben a készletben, és hát Microfighter méretben is össze tudjuk építeni a vadonatúj vadászgépét. Aztán a Legónál történt némi kis baki, hiszen azt hiszem a spanyol oldalnál, vagy a portugál oldalnál már hivatalosan bejelentették az új Minecraftos Brickheads készleteket, amit sehol máshol eddig nem találtam meg, úgyhogy sajnos a magyar árakat nem tudom nektek megmondani, viszont, hogyha fölnézünk erre az oldalra, akkor láthatjátok, hogy például érkezni fog ez a 4624-es Alex nevezetű 86 darabos Brickheads figura, bármi is legyen ez a Minecraft világában. Aztán ezen kívül még egy lámát is fogunk kapni, 4625, és ez már egy 100 darabos készlet, és végül itt van a zombi, ami 4626-os, és egy 81 darabos készletről van szó. Szóval, hát igazából még megjelenés sincs itt, nemhogy ár. Gondolom ez majd április-május környékén, egyelőre még csak tippelek, lesznek új Brickheads szettek is Minecraftos témakörben. Lezárult a Bricklink Designer programjának első fordulója, ami ne tévesszen meg, ezelőtt is már voltak Bricklinkes készletek, ugye én is már bemutattam jó néhányat ezek közül, viszont azok még csak ilyen próbák voltak, amik a LEGO Ideas-os nem megszavazott készletek közül kerültek be, viszont egy kicsit átgondolta a dolgokat ez az egész Bricklink, megváltoztatták a szabályzatot, és most már hát nagyon hasonló módon, mint a LEGO Ideas-os oldalon, hát ide is el kellett küldeni különböző ötleteket, és egészen március 7-től március 31-ig van időtök, hogy szavazzatok ezekre a készletekre, és azok közül majd fogják eldönteni, hogy végül milyen speciális Bricklink készletek fognak megjelenni. Itt most beteszem nektek a leírásba, hogy milyen szettekről van szó. Azt hiszem összesen le is írják itt, hogy hány darab készlet, igen, itt van, 375 darab készlet került be a táborba, és összesen egy hónapotok van rá, hogy szavazzatok, viszont ehhez kell Bricklink account, szóval legyetek regisztrálva a Bricklinkre, és akkor tudtok szavazni e között, a készletek között. Így nagyjából átnézegettem ezeket, van egy-kettő jó benne, de nem értem. Igazából ez egy az egyben ugyanaz, mint a LEGO Ideas, csak igazából nem lehet IP-s ötleteket feltölteni ide, hanem csak ilyen random dolgokat. Természetesen nekem a középkori témák eléggé tetszettek, úgyhogy erre majd nekem a szavazataim fognak menni. Kíváncsi vagyok, hogy nektek ezek közül egyáltalán melyik tetszik. A LEGO kiadta az előző éves riportját, amelyből ismét kiderül az, hogy vajon hogyan is teljesített a cég a 2022-es évben, és hát gondolom nem fogtok meglepődni, ismét tovább növekedtek. Hát az áraik elég durván elszálltak, úgyhogy ez annyira nem is nagy meglepetés, bár ugye elég durva az infláció, de azért az infláció ellenére is hát egészen durva számokat produkáltak, mondom is nektek. Szóval a LEGO bejelentette a 2022-es év eredményeit, erőteljes növekedésről számoltak be a 2022-es évben, miközben a jövőbe is fektettek. A bevétel 17%-kal nőtt a 2021-es évhez képest, és így a profit csak 5%-kal nőtt az előző évhez képest. Ez azért lett csak 5%-os profit növekedés, hiszen rengeteg témába és rengeteg új témakörbe fektettek be, új gyárakat hoztak létre, új embereket vettek fel, és ezt nyilván a profitból is fizeti, és ezáltal csak 5%-os profit növekedést értek el, ami egyébként ez az 5%-os profit növekedés,
mindjárt mondom nektek, az 17,9 milliárd dán korona, számoljátok át forintba, ha szeretnétek, nem kevés az 5%-os profit növekedés sem, és egyébként még azt is megosztották velünk, hogy melyik voltak a legkelendőbb témák a 2022-es évben. A LEGO City végzett az első helyen, második helyen a LEGO Iconsos témakör, LEGO Technic témakör bekerült a harmadik helyre, ami egy kicsit meglepetés, LEGO Star Wars-os témakör és a LEGO Harry Potter-es témakör volt az első 5 helyezett. Vajon a 2023-as év mit fog nekik hozni? Készüljetek március 10-ére, hiszen március 10-én Mario nap lesz, és ennek keretén belül a LEGO-nak a YouTube csatornáján lesz egy élő közvetítés, amiben elméletileg új Super Mario-s készleteket is be fognak jelenteni, viszont itt készüljetek fel arra, hogy nem 18 pluszos készletekről lesz szó, úgyhogy annyira ne tegyétek magasra a lécet, csak ilyen kifejezetten gyerekeknek készült szeteket fognak bemutatni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok ilyen speciális Mario Day happeningre a LEGO oldaláról, akkor nézzetek fel a YouTube csatornájára pénteken, és már meg is tudhatjátok, hogy milyen új készletek várhatóak. Hamarosan itt a következő AMTS, hiszen március 17-től 19-ig kerül megrendezésre a 2023-as AMTS autó kiállítás, és annak keretén belül bizony lesznek érdekességek legózás szempontjából is, hiszen másodjára tér vissza ezzel a programmal ez a rendezvény, így külön le is írják, hogy 2021 után másodjára tér vissza az AMTS-re, ezúttal még több LEGO építménnyel, ami között 500 gyári, és teljesen egyedi, tehetséges hazai építők által tervezett kis és nagy autót és sok-sok érdekes programot találhat, aki kilátogat a kiállítás 3 napja közül bármelyikre, úgyhogy ha nem csak az autók érdekelnek, hanem mellette gondolom még az autó tematikájú LEGO készletek is, akkor így az AMTS, és jöhetnek a képek arról, hogy vajon milyen autók vannak ott kiállítva. Az elmúlt 7 napban eddig a pillanatig összesen 4 darab ötlet ért el a 10.000 szavazatot a LEGO Ideas oldalán, először is itt van a jól ismert LEGO Trumanunk, akinek ismét elérte egy ötlete a 10.000 szavazatot, mégpedig a LEGO Astronaut Never Give Up nevezetű ötlete. De gondolom azért is adta a Never Give Up címet az ötletének, hiszen ezzel már régebben is találkoztunk. Ismét itt van ez az astronauta alkotás, ami még mindig egészen jól néz ki. Kíváncsi vagyok rá, hogy a LEGO bizalmat szavaz-e a második alkalommal neki. Aztán itt van a Giovanni Mirulla által feltöltött elefántos szökőkút, ami egy elefántos szökőkút, ahogy a képen is látjátok, egy elefántos szökőkútról van szó. Következő ötletünk a Spaceman-ship által feltöltött The Scream nevezetű ötlete. Hát mostanában a LEGO Artos témakörben, sőt a LEGO Ideas-os témakörben is találkoztunk már ilyen festményeket, újra gondolták LEGO alkatrészekből, és hát igazából ez, sőt az előző héten is volt már az így is ötlet, az is nagyon hasonló volt, és most ezt a festményt, a Sikhoj festményt építetnénk össze LEGO alkatrészekből, hogyha a LEGO bizalmat szavaz neki, és végül, de nem utolsó sorban, a G-Man 1300 vagy 13579 által feltöltött Amethyst geodája, ami hát szerintem mindent elmond a címe. Lényegében kapunk egy kavicsot, amit hogyha ketté vágunk, akkor bizony benne egészen menő kis kristályok vannak, és hozzá még egy LEGO-ból épített kis kalapácsot is kapnánk. Ha most fölnézünk a LEGO hivatalos oldalára, akkor megnézhetjük, hogy milyen akciók és ajándékok várhatóak. Ebben a pillanatban, hogyha 25.000 forint felett vásároltok bármilyen Friends, Dots, Classic, Creator 3-1-ben, vagy Disney Princess készletet, akkor egy ilyen kis barátságfüzetet fognak ajándékba a készletek mellé adni, még hozzátartozók is matricák is járnak, viszont hogyha VIP tagok vagytok és 95.000 forint felett vásároltok, akkor még mindig be tudjátok szerezni ezt a LEGO házak a nagyvilágban új kollekciójába tartozó kis házikót, és azt se felejtsétek el, mivel hát Mario nap lesz 10-én, ezáltal a LEGO egész héten Máriós dupla VIP pontokkal szórt meg minket, hogyha 3-ától vagy 4-től 12-ig bármilyen Super Máriós készletet vásároltok, akkor azért dupla VIP pontot fogtok kapni. Most pedig jöjjön egy kis visszatekintő, hiszen az elmúlt héten, az elmúlt néhány napban is volt bemutató a csatornán. Először is hétfőn érkezett egy unboxing adás, amiben egy igazán ritka készletet mutattam be nektek, és hát végül kedden érkezett egy bemutató, amelyben hát láthatjátok, a LEGO elküldte nekem ezt az igazán ritka kalózós készletet. Meg kell mondjam nektek az őszintén, továbbra is hatalmas nagy rajongó vagyok ezeknek a
mega mini figuráknak. Kiállítási szempontból szerintem egészen jó, összeépítési szempontból is egészen jól működnek, és még a tetejére, hogy egy ilyen 80-as évekbeli ikont kaptunk meg, most már csak egy ilyen középkori verzió jól mutatna mellé. Én arra azért egészen számítanék, vagy egy olyan tipikus Lego Lou nagyban összeépítve, szerintem az is egészen jól néz neki. Szóval, ha ezt az adást még nem láttátok, akkor fent a sarokban ezt is megtaláljátok, és ezzel szeretném megköszönni az egész hetes figyelmeteket, de hát a héten még találkozunk? Várjátok! A héten lehet, hogy már nem találkozunk többször, viszont jövő héten biztosan érkezni fog a szokásos keddi bemutató. Ha tetszett a mai adás, akkor a lájkokat ne felejtsétek a videóról, hogyha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor légy szíves, tegyétek meg, rengeteget tudtok vele segíteni, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!